Az Albapolis Tudományos Park Egyesület rendszeresen hív életre konferenciákat, ahol különböző előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők az utóbbi idők EU-s tapasztalatairól, valamint a jövőben várható fejlesztési lehetőségekről. A 14 utáni időszakra vonatkozóan átalakításra kerül a teljes struktúra, az uniós szabályozási környezet is megváltozik, de azt gondolom, hogy ez a megváltozó környezethez igazodnunk kell olyan szempontból, hogy meg kell nézni, hogy milyen eszközök, milyen lehetőségek, milyen területek vannak, amelyekre uniós fejlesztési források lesznek, és hát nyilván erre fel kell készülni, hogy ezeket megfelelően hatékonyan tudjuk felhasználni. Cserpalkovics András Székesfehérvár lehetőségeiről beszélt. Székesfehérvár helyét, szerepét erősíteni kell az országon belül, és azt gondoljuk, hogy a nagyvárosi rangsorban is Fehérvár, akár még lakosság számához képest is nagyobb szerepet és erősebb szerepet tud kivívni magának. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban ennek már voltak látható jelei. A 10 éve alakult egyesület célkitűzései egyébként nem változtak. Ma is a régió humán és a gazdasági területének kapcsolatait szeretnék erősíteni.